Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket az InfoTV Nézőpont című adásában. Információs társadalomban élünk. Ezt egyre gyakrabban halljuk, de valójában a saját bőrünkön is érezzük. Az információk áradata elől egyre nehezebb manapság megszökni, illetve elbújni. A hírek megtalálják a fiatalokat, a középkorúakat és az időseket egyaránt. Ebben az információs áradatban, az információk és a hírek tömkelegében viszont egyre nehezebb kiválasztani a valós híreket. Hogy tudjuk megkülönböztetni a valóságos híreket az álhírektől, hogy honnan érdemes tájékozódnunk, és hogy kinek hihetünk valójában, arról a most következő fél órában beszélgetek a stúdió vendégével, Fehér Miklóssal, a Magyar Szó újságírójával és munkatársával. Kedves Miklós, köszöntelek a stúdióban. Szerbusz, és én is köszöntöm a nézőket. Egy évvel ezelőtt, amikor a világjárvány elkezdte meghatározni a mindennapjainkat, sőt a perceinket, hiszen a döntések ennyire gyorsan követték egymást, felértékelődött a tájékozottság fogalma. Nagyon fontos a mindennapjainkban is, hogy tudjuk, ismerjük azt a közeget, ami körülvesz bennünket, hogy ismerjük az országos döntéseket, a helyi döntéseket, hiszen meghatározzák a mi döntéseinket is, és az életünket, de a világjárvány esetében ez különösen sokszorozódott. Mit gondolsz, honnan érdemes tájékozódni a manapság az embereknek, hogy ne kerüljenek tévútra, és hogy valóban lássák, és jól lássák a világot maguk körül? Nos, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó meglátás, mert hogy gyakorlatilag minden vajdasági magyar médium, illetve azt hiszem, hogy Szerbiában is érzékelhette azt, hogy óriási olvasótábora lett hirtelen tavaly márciustól kezdődően, tehát 100-200%-os növekedést érzékeltünk mindenhol, minden weboldalon, míg a nyomtatott sajtónak az eladási példányszámai is megnőttek, ami nekünk újságíróknak azt bizonyította, hogy az embereknek azért mégiscsak szükségük van az újságírókra, a tájékoztatásra, a tájékoztatottságra. De az is biztos, hogy az elmúlt években, és itt nem csak a tavalyi évet vagy az idei évet kell gondolni, hanem nagyjából már 5-10 évben egyre nehezebb kiigazodni a hírek rengetegében, és ezt nem csak az egyszerű olvasók tekintetében mondom, hanem mi magunk nevében és az újságírók nevében, mert hogy valóban már nekünk is komoly munkát igényel az, hogy megállapítsuk valamiről, hogy álhírről van szó, vagy idegen kifejezéssel fake newsról, vagy pedig valós, igaz tartalomról beszélünk. Mert hogy nagyon gyakran van, amikor az újságíró nem találkozik direktbe a forrással, az információ közlőjével, egyszerűsítjük le a helyzetet, a polgármester sajtótájékoztató tart, és az újságíró elhiszi neki, amit mond. Nagyon sokszor van olyan, amikor átvesztek híreket, például amikor Szerbia kommunikál a polgáraival. Így van, ez mindig az. Na most ilyenkor ugye az első lépcsőfok, amit megtehetünk, hogy a józan, paraszti ítélőképességünkre támaszkodunk. Hogyha egy olyan hírrel találkozunk, ami épp a harmadik univerzumból származó UFO-król beszél, akkor azt nagyon könnyen meg tudjuk ítélni, hogy valószínűleg egy fake newsról, egy álhírről van szó. Sajnos azonban én azt hiszem, hogy nyugodtan megemlíthetjük a 2016-os amerikai elnökválasztást, amikor mindkét oldalról ideológiai szinten ment az álhírek gyártása, és ott kezdődött felfelé ívelő pályán mozogni az álhíreknek a gyártása, és ez egyre nagyobb méreteket ölt. És azt hiszem, hogy már eljutottunk oda, hogy az álhírnek a definícióját is nagyon nehéz meghatározni. Mert korábban, amikor arról beszéltünk, hogy van egy álhír, akkor le tudtuk ellenőrizni azt, hogy az adott oldal, ahol megjelenik ez a hír, rendelkezik-e impresszummal. Van-e a cikknek szerzője? Le tudjuk ellenőrizni azt, hogy élő személy írta ezt az adott cikket? Tudunk-e elérhetőséget keresni az adott weboldalon? És ezek mind-mind nagyon fontosak ma is. Tehát így tudjuk nagyjából megkülönböztetni a normális, igaz hírt az álhírtől. Viszont időközben ugye egyre kiélezettebbek lettek ezek a politikai csatározások, és ma már nagyon nehéz megítélni azt, hogy egy tényleges álhírről van szó, vagy egy olyan hírről, amit esetleg többféleképpen lehet tálalni. Pici ferdítésekkel. Igen, pici ferdítésekkel. Ez nem azt jelenti, hogy hazudnak egyébként azok a hírek, csak
hogyha a magyar válogatott, nem tudom, történetesen 3-3-at játszik Lengyelországgal egy VB-selejtezőn, akkor én tudok olyan címet adni neki, hogy fantasztikus teljesítmény a lengyel válogatott ellen 3-3-at elérni, mert a világranglistán előrébb helyezkedik el a lengyel válogatott a magyarnál, viszont tudok olyat is adni neki, hogyha láttam a mérkőzést, hogy a magyar válogatott 2 gólos előnyt adott le, és ezt a címben feltüntetem. Érzékelhetjük, hogy egészen más hatalmas hangvétele van érzelmileg a hírnek, és ez egyre gyakrabban megjelenik. Sajnálatos, hogy az olvasóknak egy része csak a címig, vagy a felvezetőig jut el. Tehát ez egy nagyon nagy hiba, ezt el viszont, kell ismerni. Viszont szinte nem fölróható a szerkesztőségeknek, még a valós szerkesztőségeknek sem, hogy klikvadász, kattintásvadász címeket adnak. Egész másról szól a cím, jó magam is szembesülök vele, mint maga a tartalom, amikor elolvasom. Így van, viszont ennek is 2 oldala van. Én az újságírói oldalt is tudom védeni, mert hogy jó magam is nagyon sokáig távol tartottam magam ettől, viszont megértettem, hogy ahhoz, hogy minőségi tartalmat is tudjunk szolgáltatni az olvasóknak, ahhoz néha sajnos szükség van ezekre az úgynevezett kattintás vadász cikkekre, mert hogy sajnos a közösségi média felületén ebből van anyagi bevétele egy-egy weboldalnak, egy-egy újságnak, amit később arra tudunk felhasználni, hogy magán a helyszínen élő riportot készítsünk, interjúkat készítsünk, tehát ez mind a médiumoknak a működéséhez szükséges dologról van szó. És a kattintás vadászatnál pedig sajnos az is jelen van, hogy de ezt a magyarországi médiában is érzékelhetjük, hogy a kékfény hírek, a bűnözéssel kapcsolatosak, amik a törvény ellen szegülő emberekről szólnak, azok sajnos sokkal több emberhez eljutnak, sokkal több olvasottságot generálnak, mint azok a hírek, amelyek a közszolgálatiságért léteznek egyáltalán. A közszolgálatiság azért felveti bennem azt a kérdést, amikor már akkora a torzítás, nem csak a címben, hanem magában, a cikkben is, ami már szinte súrolja a hazugság határvonalát. Hogy tudná magát egy közösség megvédeni attól, hogy többségében az ilyen jellegű cikkek határozzák meg az álláspontjukat? Én azt hiszem, hogy ezt már nagyon korán el kellene kezdeni, már az oktatás terén, és az oktatás az egy nagyon jó védelem ez ellen. Mondhatjuk azt is, hogy az oktatás a védőoltás az álhírek ellen. Viszont sajnos nem fektetünk elég hangsúlyt erre. Sem az általános iskolában, sem a középiskolában, az egyetemi tanulmányaim során azért ezzel már szembesültem. De én még nem teszem hozzá, bár igen. Én jóval előbb diplomáztam, mint te. Igen. És én azt hiszem, hogy az általánosan bevett dolgok, védekező mechanizmusok azok most is érvényesek, tehát amiket már említettem, hogy amikor megjelenik egy hír, akkor először is nézzük meg azt, hogy az adott oldal rendelkezik-e impresszummal, fel tudják-e tüntetni, hogy bejegyzett weboldalról van szó. Élő személy írta-e azt? Egyáltalán van-e szerző föltüntetve? Van-e szerző? Mert nagyon gyakran nincs szerző az ilyen cikkeknél. Amit szintén nagyon fontos még megnézni, hogy van-e dátum az adott cikknél, és hogyha van dátum, akkor az a közelmúltban történt eseményről szól-e, netán évekkel ezelőttiről, mert ilyennel is találkozhatunk, hogy valaki a közösségi médiában megoszt egy videót, és mikor megtekintjük, akkor vesszük észre, hogy hát ez egy 5 évvel ezelőtt készült felvétel, és egészen más tartalma volt akkor, mint a 2020-as, 21-es évben. És a megosztása pillanatában elindít egy kommentáradatot, ami azért tudjuk, hogy a negatív érzelmek kifejezése, vagy a negatív kommentelés visszafelé is rosszul hat, tehát valószínűleg idegesebbé válik az ember, az is, aki írja, az is, aki olvassa. Hosszú-hosszú sorra a kommenteknek, mire valaki talán fölhívja a figyelmet rá, hogy ez egy 3 évvel, 5 évvel ezelőtti cikk, és talán nem kellene újra szárnyakat adni neki. Ez abszolút igaz, és itt sajnos a tavaly beállt rendkívüli állapot, illetve a pandémia kitörése óta sajnos azt is látni, hogy az emberek lelki állapota az sajnos gyakorlatilag romokban hever, és ezt teljesen megértem. Nekünk is biztosan vannak olyan pillanataik, amikor nem vagyunk a csúcson, és mivel hogy be vagyunk zárva gyakorlatilag a 4 fal közé,
így nem tudunk más csinálni, mint hogy a kommunikációs eszközök felé fordulni, és ezeken a csatornákon keresztül próbálják sokan levezetni a feszültséget, ami nem feltétlenül jó, mert hogy a kultúrált vitának az egyik alapeleme kellene, hogy legyen, hogy mindkét fél, illetve mindkét nézetet objektíven tudjuk meglátni, és az sem a világ vége, hogyha valaki nem ért egyet azzal, amit mi mondunk. Az megint egy más dolog, hogyha valaki olyan nézetet képvisel, ami nagyon szélsőséges, és egyértelműen az álhírekből tájékozott szeméről van szó. Nagyon nehéz ilyenkor türelmesnek lenni, én azt hiszem, nagyon nehéz, mert türelmesen el kell magyarázni, több helyről igazolni az adott, a megosztott hírnek az igazságtartalmát, és elmagyarázni valakinek azt, hogy amikor arról beszélünk, hogy a koronavírus ellen védőoltáson csippeltetnek minket, az nem feltétlenül igaz, csak azért, mert valaki megosztott egy mesterséges intelligencia által generált videót, amiben Bill Gates magyaráz épp erről. Igen, na ez most már teljesen az a nagyon-nagyon szakmai téma, amikor valóban videófelvételek valóság hitelességét, valóságtartalmát kellene ellenőrizni, holott minden eszközük megvan rá, akik ezeket gyártják, hogy megtévesztenek bennünket. Tehát valóban úgy tűnik, mintha az adott ismert személyiség mondaná, és valóban úgy is mozog a száj, és azokat a mondatokat is mondja, nagyon nehéz visszaellenőrizni. És több nagy szerkesztőségben dolgozó újságíróval beszéltem erről, hogy az idejük nagy része arra megy el, hogy a főleg világpolitikai jellegű üzeneteket leellenőrizzék. Egy példát hozok fel rögtön ezzel kapcsolatban. A közelmúltban feltörekvőben van a TikTok nevű közösségi média, ami nagyon érdekes, mert én a magam 26-7 évvel szerintem fiatalnak mondható vagyok az újságírás berkeim belül, de hogy a TikTok az már egy olyan dolog, ami nekem is rendkívül fiatalos, és a tinédzser korosztállyal, hogyha épp interjút akarok készíteni, akkor van, hogy már ott veszem fel a kapcsolatot. Na most ezen a TikTok közösségi médián jelent meg egy olyan mesterséges intelligencia által generált videó, amin Tom Hanks szerepel, és egyértelmű volt, hogy Tom Hanks szerepel az adott felvételen, míg nem két nappal később maga a színész cáfolta ezeket a híreszteléseket, mert hogy egy idegen ember testére rászerkesztették a fejét, és szinte lehetetlen volt megítélni. És átveri a világot. Ez egy nagyon rémisztő dolog, mert hogyha ezt a TikTokon meg tudják csinálni, akkor el tudjuk képzelni, hogy személyes kapcsolatok terén ez mekkora kárt tud okozni az embereknek, illetve választásokat tud eldönteni világpolitikai szinten, hogyha az emberek egy ilyenekből tájékozódnak. Na most olyannyiban viszont szerencsénk van, hogy a világ legnagyobb hírforrásai, az Associated Press, az AP vagy a Reuters ma már rendelkeznek olyan weboldalakkal, amik ezeknek a híreknek az igazság tartalmát ellenőrzik. Ezt nagyon könnyen megtalálhatja bárki, elég a Google-be begépelni, hogy az AP fact checkerje, tehát a tények ellenőrző, tényellenőrző oldala, és ott, hogyha rákeresünk egy adott címkére, egy adott kulcsszóra, akkor minden olyan hírt listáz nekünk, amivel kapcsolatban esetleg álhír jelent meg, vagy valamilyen összeesküvés elmélet. És nagyon jó dolog, mert hogy ezeknek a legnagyobb hírszolgáltató platformoknak már van ilyen felületük, mert egy helyen összegyűjtik az összes linket, elérhetőséget, amivel meg tudjuk magyarázni másoknak, hogy nem igaz hírről van szó, hanem fake newsról. Igen, és megint hiteles forrásra hivatkozva tudod megmagyarázni, hogy az adott hír az miért álhír. Egy kicsit most már említettük több kérdés kapcsán is a közösségi médiában elfoglalt helyét és szerepét a híreknek, illetve a ráadott reakciókat az olvasók és felhasználók részéről. Én olvastam egy olyan jó tanácsot, hogy ne add tovább gondolkodás nélkül, és számolj el az előítéleteiddel. Mind a kettőt nehéz témakörnek tartom, mert nagyon nagyfokú tudatosságot igényel, vagy ha más nem, akkor legalább azt, hogy 10-ig elszámoljunk.
És még valamit, talán még azt is, és gondolom, hogy ebben egyetértesz velem, hogy próbáljunk meg olyan tudatosan olvasni, amennyire csak lehet. Tehát valóban ne csak a címek határozzák meg azt, hogy mit terjesztünk tovább. Mert ahogy én azt megosztom, akkor már az összes ismerősöm azt látja, és így nagyon-nagyon futótűz gyorsasággal el tudnak terjedni az álhírek is. Így van, nagyon fontos, hogy ne csak a címet olvassuk el ezeknél a híreknél, hanem tényleg kattintsunk rá, és ezt nem azért mondom, mert a média képviselő vagyok, és nekünk számít, hogy kattintsanak az emberek, hanem azért, hogy az egész tartalommal szembesüljenek az emberek, mert lehet, hogy az utolsó mondatban leírják azt, hogy nincs egyértelmű összefüggés a két dolog között, a tartalomban tárgyalt dolog között, viszont a cím az meg magára hívja a figyelmet, és egészen mást állít esetleg, vagy más érzelmi hatással eléri azt, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez valóban megtörtént. A közösségi médiáról sajnos azt is el kell mondanunk, hogy a legnagyobb felületek azok úgynevezett buborékrendszerben működnek, tehát hogyha mi elkezdünk egyfajta ideológiát követni, megosztani, lájkolni, akkor egy idő után csak a mi világnézetünkkel azonos tartalmakat fogjuk kapni a hírfolyamunkba. Ez az a bizonyos algoritmus. Így van, így van. Ami egyrésztről szintén megérthető, hogyha a közösségi média platformok fejével gondolkodunk, viszont nem jó, és erre most jövünk rá igazából. Tehát a Facebook 2010-es indulása óta találkozunk ezekkel a problémákkal, és most jutottunk el oda, hogy esetleg világszinten vagy kontinentális szinten szabályozzuk ezeket. Azt már tudjuk, hogy Ausztráliában fellépnek a közösségi médiáknak az ilyesfajta megnyilvánulásaitól, tehát ott a Facebookot arra ösztönözték, hogy a hagyományos, megbízható, impresszummal rendelkező médiumoknak fizessen a tartalmak megjelenítésért, és most már azt is tudjuk, hogy az Európai Unió területén is egyfajta szabályozásra készülnek a Facebookkal, a Twitterrel, a legnagyobb közösségi platformokkal szemben. Ez nagyszerű. Ez nagyszerű, mert ez azt jelenti, hogy ha ez valahogyan megtörténik, akkor már nem csak feltétlenül azt a hírt fogjuk látni, illetve azokat a híreket, amelyek a mi világnézetünknek megfelelnek, hanem azokat is, amelyek esetleg ellent mondanak ennek. De segítik a szélesebb látókört, és ennek köszönhetően talán nem fogunk egymásnak ugrani az interneten keresztül. Igen. A bevezetőben említettem, hogy a Magyar Szó munkatársa vagy. Azt még nem árultam el, de most itt az alkalomra, hogy a Magyar Szó 76 éves napilapunknak a honlapjának az egyik szerkesztője vagy. Mellékesen itt jegyzem meg, hogy 2020-ban elnyerted az év fiatal újságírója, kezdő újságírója címet, amihez most is gratulálok. Köszönöm. Így egy év után. Ez mind azt jelenti nekem, hogy te jó magad mindennapjaid során, a munkád során ki vagy téve ezeknek a kihívásoknak. Jó magad szerkeszted, hogy a Magyar Szó honlapjára mi kerül fel. Teszem hozzá, hogy egy írott sajtónak, egy sajtóorgánumnak a honlapos megjelenése külön nyomással kell, hogy éljen minden nap, meg hogy ezt kibírja, hiszen folyamatosan friss híreket kell generálni, és ha jól tudom, akkor te vagy azért is a felelős, az egyik felelős, hogy mi jelenik meg a Magyar Szó Facebook oldalán. Hogy válogatsz, és milyen kihívásokkal találkozol a napi munka során? Nos, igen, a közelmúltban egy nagy változás állt be a Magyar Szó online honlapján, mivel hogy teljesen megújultunk, egy sokkal naprakészebb, dizájnosabb, én kimerem jelenteni, hogy szebb és funkcionálisabb weboldalunk született, és valóban én vagyok az egyik online szerkesztő, ami magában foglalja mindazokat a feladatokat, amiket most elmondtál. És az online szerkesztéssel kapcsolatban mindenképp meg kell említeni, hogy a nyomtatottal szemben nálunk nem napra késznek kell lenni, hanem gyakorlatilag percre késznek. Tehát amint befut egy hír, annak azonnal meg kell jelennie, akár két mondatban, akár három mondatban, és ahogy több információ érkezik hozzánk, azt úgy tudjuk bővíteni. Az online felületeknek ez az egyik nagy előnye, hogyha hibázunk is, akkor is gyakorlatilag másodperceken belül ki tudjuk javítani azt a helyesírási hibát, azt az elütést. Viszont ugyanakkor ez a veszélye is, mert hogy pillanatok alatt kell eldöntenünk,
az adott hírről, hogy az valóban megtörtént-e, valós eseményről van-e szó, vagy esetleg egy olyan álhírről, amivel nagyon sokakat nagyon gyorsan befolyásolni tudunk. Mi is elsősorban az általam már korábban említett dolgokra támaszkodunk, tehát megvannak azért azok a hagyományos médiafelületek, amelyekről tudjuk, hogy igaz tartalmat szolgáltatnak, de ugyanakkor nagyon fontos az, hogy ne csak egy forrásra tájékozódjunk, tehát amikor megjelenik egy hír, akkor most már nem is csak azt mondom, mint régen, ugye, hogy legalább kettőből tájékozódjunk, hanem legalább háromban tekintsük meg, hogy valóban valós eseményről, megtörtént eseményről van-e szó. Ami nekünk még előny, azt az olvasók is szokták tapasztalni, amikor megjelenik az a bizonyos kifejezés, hogy sajtóinformációk szerint, mert hogy nagyon gyakran újságíróként egy-két nappal, pár órával már előbb tudunk egy-egy eseményről, egy-egy bejelentett sajtótájékoztatóról, mint azt a később az olvasók szembesülnek ezekkel. És amikor megkapjuk az adott közleményt vagy meghívót, akkor már utána tudunk járni ezeknek a dolgoknak, le tudjuk ellenőrizni az állításokat, a tényeket, a számadatokat, és ezzel mind-mind azért csináljuk, hogy tényleg az olvasó már objektív módon tájékozódjon az adott eseményről. Nekem úgy tűnik egyébként, hogy néha az újságírók engednek annak a kísértésnek, hogy ők határozzák meg a köztémát, és akkor a bejelentett sajtótájékoztató előtt már spekuláció zajlik arról, hogy vajon milyen döntések fognak születni. Ritkán látunk az ilyen spekulációknál valós forrásra való hivatkozást, tehát hogy az adott, ez esetben epidemiológus azt mondta, hogy szerinte a következő döntések fognak születni, nem találgatunk. Na most ezzel egy olyan feszültséget lehet kelteni a közösségben, ami jó magam sem tudom, hogy miért jó. Sajnos ez jelen van. Ennek az az oka, amit már említettünk, hogy minél többen kattintsanak, minél többen generáljanak. Viszont védekezésképpen azért azt elmondanám, hogy szerintem bármelyik vajdasági médiumról beszélünk, azért nincsenek olyan szélsőséges állítások, és az említett példáknál is azért ott van, hogy az adott epidemiológus véleménye szerint, tehát nem a válságstáb döntéséről, nem egy hivatalos szervnek a döntését közöljük, hanem csak egy véleményt. Nagyon fontos ezekben az esetekben, hogy tudjuk, hogy egy adott személynek a véleményéről van szó, és nem egy hivatalos döntésről. El lehet olvasni, lehet spekulálni, viszont a hivatalos döntést azt mindenféleképpen meg kell várni. Gyakran előfordul, hogy a sajtótájékoztatók, most akkor konkrétan maradjunk ennél, egy-egy válságtörzs által megtartott megbeszélés után is nagyon szűk információkra hivatkoznak. Jó magam is hallottam már többször is, amikor a nyilatkozó azt mondja, hogy de nem mondom el részletesen, mert a kormány hivatalos döntésébe benne lesz. Ilyenkor történnek azok a dolgok, amikor az újságok és nagyon-nagyon sok hírközlő lehozza az adott szűkre szabott hírt, ami rengeteg kérdést felvet az emberekben, rengeteget. Bárki megosztja az adott sajtótájékoztatóról a tájékoztatást, az a kérdések áradatával találja szembe magát, mert nem volt precíz a nyilatkozó, az orgánum, a sajtóorgánum nem fog tudni válaszolni ezekre a kérdésekre, és már megint feszültségben vagyunk. Mi a megoldás? Ebből a szempontból sajnos mi is ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint maga az olvasó. Viszont nekünk ilyenkor az a feladatunk, hogy a felmerült kérdéseket, azokat tényleg feltegyük az adott személynek. Beszélhetünk orvosról, szakorvosról, virológusról, epidemiológusról, magáról, a politikusról, a politikusi döntéshozókról. Nekünk az a feladatunk, hogy miután megtörtént egy adott bejelentés, akkor ezeket a kérdéseket feltegyük, és utána járjunk ezeknek a dolgoknak. Ilyenkor a döntéshozók a legtöbbször azért közlik az információkat velünk. A probléma még ezzel is az, hogy amikor hoznak egy-egy döntést, akkor az általában csak a következő naptól lép jogszabály szerint is érvénybe, és ilyenkor megint az történik, hogy lehozzuk az adott döntéshozónak a véleményét, amely meghatározza például a határátlépéssel kapcsolatos problémákat, hogy ez így és így fog történni, és aztán az emberek útnak indulnak, és azzal szembesülnek, hogy hát még nem így történik.
Fontos kihangsúlyozni azt, hogy mindaddig, amíg ezek a döntések nem lépnek törvényileg is érvénybe, addig sajnos ezek nem érvényesek, sajnos addig a politikusi döntéshozók is csak elmondják, hogy mi fog történni, de abban a pillanatban, hogy kijelenti, ez még nem lépett hatályba. És akkor nagyon érdekes, mert visszacsatolunk arra, hogy amit az újságíró a saját munkájában csinálnia kell, két forrásból, sőt már háromból ellenőrizni az adott információt, nem marad más hátra az állampolgároknak sem. Ha az ő mindennapi döntéseit meghatározó témakörben mozog, hogy ellenőrizze több forrásból. Igen. És nem elegendő, hogy elolvas egy újságcikket. Igen, mondom, ilyen helyzetből mi is csak abban a szituációban vagyunk, mint az olvasó, mert tényleg van olyan, hogy már mi is nagyon nehezen igazodunk ki ebben a rengetegben. Én elhiszem, hogy ez egy nagyon nehéz időszak, de ilyen szempontból egy kicsit türelmesebbnek kell lennünk egymással is, és mindenféleképpen megértőbbnek. Megértőbbnek az olyan, hál' Istennek, nagyon ritka esetekkel szemben is, amikor nyilvánvalóan szerbiai hiteles források közlik a hírét, például a pátriárka halálának, amit aztán a magyar nyelven tájékoztató sajtóorgánumok is átvesznek, mert hát ugye hiteles forrásnak minősülnek azok, akik ezt közölték. Nyom benneteket a kényszerítő körülmény arra, hogy aktuálisak legyetek, és nem lehet, hogy majd holnap osztjátok meg a pátriárka hírét, miközben ez egy fontos kérdés egy országban. És akkor szembesültök azzal, hogy mégse halt meg, legalábbis a felső vezetős szerint még nem következett be a halála. Igen, hát nagyon jó lenne, hogyha ilyen csodák valóban léteznének nagyon sok ember vagy személy esetében. Amit említettél, az egy tényleg egy hihetetlenül kirívó eset volt. Én nem is tudom, hogy előfordult-e ilyen a világ sajtóban egyáltalán, hogy valakinek a halálhírét bejelentik, tényleg egy olyan forrásból, amire előtte nyugodtan támaszkodhattunk, utána pedig gyakorlatilag fél órán belül visszavonják ezt az állítást, hogy mégsem halt meg az adott személy, és akkor ott állunk a mező közepén, és a virtuális mező közepén, és fogalmunk sincs, hogy mihez kezdjünk, vagy mit csináljunk. Ez tényleg egy olyan kirívó eset volt, amely nagyon-nagyon ritka. Nem De tudom. Akkor javítást tettetek közé. Igen, igen. Tehát azonnal, amint mondtam, ez az online felületnek az egyik előnye, hogy azonnal tudunk javítani. Viszont utána meg aztán csak kiderült, hogy sajnos a pátriárka elhunyt, és a mai napig igazából nem tudjuk, még sajtóberkeken belül sem, hogy pontosan mi történt, vagy miért próbálták meg visszatartani az információt. Nehéz eligazodni tényleg ebben a rengetegben. Sajnos most kicsit megcáfolom egy pár mondattal ezelőtti állításomat, mert hogy a közelmúltban Törőcsik Marival is ugyanez történt, hogy a közösségi médiában egy impresszum nélküli oldalon a halálhírét kezdték el terjeszteni, és egy másik magyarországi weboldal átvette ezt a hírt, de ott ugye feltüntették, hogy nem hiteles forrásból származik az információ, és mire eljutott hozzánk az információ, addigra már a család kiadott egy közleményt, hogy Törőcsik Mari épségben van, jól van, stabil az állapota. De ez az eset azért valamivel könnyebben megítélhető volt, mert láttuk, hogy egy olyan weboldalról van szó, ahol nincs is élő személy, ahol nincs aláírása az adott cikknél. Nem sok maradt már hátra a fél óránkból, viszont szeretném, hogyha az utolsó kérdéseket arra szánnánk, hogy te magad egy fiatal újságíró vagy, aki egy 75 éves napilapnál dolgozol. Kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy milyen jövőt látsz, a nyomtatott sajtó jövőjét hogy látod, mennyire fogja, vagy átveheti-e az online oldal a főtájékoztatási szerepet, illetve, hogy ki lehet-e bújni ez a kényszer alól, hogy egy napilap is nagyon aktuális legyen, és percre pontosan közölje az információkat. Sajnos kibújni nem lehet. Egyre inkább ez a tendencia, egyre inkább ez a meglátásom. Viszont magával a nyomtatott sajtó versus online felületekkel kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy nagyjából ugyanaz a folyamat játszódik le, mint a könyvek terén, a fizikai formában megjelenő kötetek és az e-bookok terén.
ott is volt egy fellendülés, hogy az e-bookok majd letarolják a világot, és mindenki elektronikus könyvolvasóval fogyassza a könyveket, a köteteket. Aztán valahol ez megtorpant, és beállt egy stabil szintre. Ez nem jelenti azt, hogy visszaesett a könyveknek, vagyis hogy nem esett vissza a könyveknek az eladása, de elért egy bizonyos szintet az e-bookoknak az árusítása, és ott megragadt. Látjuk ezt a nyomtatott sajtónál is, és látjuk azt is, hogy visszaesésben van maga a nyomtatott sajtó, az online felületek pedig felévelőben. Ennek egyik oka az lehet, hogy azok a generációk, amelyek már most vannak felnövekvőben, egyre inkább online fogyasszák a tartalmat. Viszont elérkezik egy olyan korra az ember életében, és ezt a szüleimen, nagyszüleimen tapasztaltam, amikor inkább kimennek a postaládához, és kiveszik a magyar szót belőle, vagy bármilyen másik nyomtatott sajtónak a nyomtatott formáját, és azt kezdi el lapozgatni, mert éppen azzal van, hogy nem olyan nagy probléma az, hogyha én 24 órával később értesülök egy olyan hírről, ami nem váltja meg a világot, és azt is tapasztaljuk, hogy az online felületen egészen más tartalmakat fogyasztanak az olvasók, és egészen más tartalmakat fogyasztanak a nyomtatott sajtóban. Nyilvánvalóan online felület a rövid híreké, és mégiscsak a könyvformájú, vagy a lapformájú, a nyomtatott változat, az ad lehetőséget arra, hogy belemelüljek egy hosszabb értekezésbe, egy hosszabb cikkbe. Így van, ez abszolút igaz. Az online-on 2-3 mondatosak, 4-5 mondatosak, 2 bekezdéses hírek, amik a percre készség miatt fontosak. A nyomtatott formában pedig a hosszabb riportok, hosszabb interjúknak az olvasása az, ami egyre nagyobb teret kap. És azt is el kell mondani, hogy azért ezek sem olyan nagyon hosszú cikkek, tehát az ember 10 perc alatt, 15 perc alatt azért át tudja rágni magát ezeken a sorokon, és azért én úgy gondolom, hogy valamilyen plusszal érkezik ki ezekből a dolgokból, ebből az olvasottságból. És tudom, hogy napilapnál dolgozol, említettük is, viszont mit gondolsz, hogy ehhez képest a heti lapok jobb helyzetben vannak? A heti lapoknál az a helyzet, hogy ők nem is feltétlenül a nyomtatott formájukban sem szorulnak ezekre a rövid hírekre, amik mondjuk a napilapoknál megjelennek, hanem ott tényleg a hosszabb írások a fontosak. Nehéz az ő helyzetük is, de azt hiszem, hogy ahhoz, hogy egy-egy témát jobban átjárjunk, jobban utána nézzünk a tényeknek, ahhoz nem elég egy-két napnak eltelnie, hanem akár egy hétnek is. És ezért, hogyha teljes képet akarunk kapni, akkor mindenféleképpen a heti lapok ilyen szempontból még előnyösebb helyzetben is vannak. Viszont azt is látjuk, hogy itt Vajdaságban is azok a heti lapok, amelyek megjelennek, bizony ők is támaszkodnak az online felületükre, mert nekik is fontos, hogy jelen legyenek az internet, illetve a közösségi médiumoknak a világában, és hogy ott is, ha nem is olyan gyorsan, mint a napi lapoknak az online felületei, de közzé tegyenek híreket röviden. Nem biztos, hogy van statisztika, ami ezt alátámasztja, de kíváncsi vagyok a meglátásodra. A közösségi oldalakon a Magyar Szó cikkeivel találkozó olvasókból lesznek-e valódi olvasók, akik épp ez miatt gyakrabban kezdik el látogatni a Magyar Szó honlapját? Vannak erre statisztikáink, viszont ez már egy kicsit olyan színfalak mögötti statisztikáról van szó. Azt tudom elmondani, hogy a közelmúltban, és még nincs egyértelmű kimutatás ez iránt, mert hogy most kaptuk meg a tavalyi eladási adatainkat, viszont egy hónap átfedésben azt látjuk, hogy főleg a most már szórvány magyarságnak számító településeken talán az online-nak is köszönhetően egyre többen feliratkoztak, illetve visszairatkoztak a Magyar Szónak a nyomtatott előfizetésére. Három hónapos, fél éves, egy éves előfizetésekről van szó, és azt is látjuk, hogy egyre többen csak a vegyes kereskedésekben akár egy-egy Magyar Szót elvesznek nyomtatott formában, annak köszönhetően, hogy online-on beharangozunk egy-egy cikket, hogy a hétvégi Magyar Szóban itt mi olvasható, vagy a keddi, vagy a csütörtökiben, vagy bármelyik másik napilapunk számában.
Ez egy nagyszerű tendencia. Ez egy nagyszerű tendencia, és valahol ez is a célunk, hogy a kettő kiegészítse, illetve segítse egymást. Tehát még nem temetjük a nyomtatott nem, sajtót. Nem, szerintem egyáltalán nem kell temetni. Valószínűleg, hogy egy bizonyos szinten meg fog állni a nyomtatott sajtónak a csökkenés az eladási példányszámban, és arra valószínűleg be fog állni egy idő után. Kedves Miklós, nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas fél órát. Öröm volt ilyen kérdésekről is beszélgetni. Bízom benne, hogy hamarosan lehet, hogy más kérdések kapcsán is újra vendégünk leszel. Kedves nézőink, az önök figyelmét is köszönöm szépen. A jövő héten is igyekszünk a Nézőpont témájaként olyan témát választani, mely közérdeklődésre tart számot. Tartsanak velem akkor is. Viszontlátásra! Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora.